De nem balra, nem tudom miért balra, én jobbra megyek, hát jobbra kell. De majd itt direkt lassan tolatok, hogy nem küldöm ki ezerrel a pótkocsi végét. Lehet, hogy darúval fogják kiszedni egy részét, a másik részét lehet, hogy oldalról, mert az meg ilyen raklapos áram. Fúrócsavarhúzó vagy akuscsavarhúzó. És be kell kapcsolnunk ezt a Tobi cím megjegyzést. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát az M0-ás autóút északi részén vagyunk. Most már talán ott látni a Megyeri hidat is. És hát a videó apropója az, hogy Budapestre készülünk bemenni, ott van a lerakónk. És hát gondoltam én, hogy megmutatom, hogy miként lehet megnézni, hogy te Budapest adott szakaszára, adott részére miképpen lehet behajtani nehéz teherautóval. Ezt én úgy vettem észre még itt a saját kollégáim között is, hogy ez egy viszonylag ilyen mumus dolog, hogy egyáltalán az adott címre be lehet hajtani nehéz teherautóval, illetve hogyha be lehet, akkor várjatok, már itt sávot kell váltani, illetve hogyha be lehet, akkor milyen útvonalakon, mert ugye az sem mindegy. De azt kell tudni, hogy itt a nullás körgyűrű peremén is szinte már, ha lemész, akkor ott már végig majd, hogy nem mindig 12 tonnás tábla van, de már van ott is, hogy 7,5 tonnás tábla van, ugye súlykorlátozó, és akkor erre vannak olyanok, hogy mondjuk célforgalmas kiegészítő tábla. És nagyon sokan nem tudják, hogy tudják ezt maguknak ellenőrizni, hogyha már egyszer a fuvar szervezőjük ezt nem tette meg, hogy egyáltalán behajthatnak-e, és azt milyen útvonalon. A weboldal címe, ahol eléritek ezt a információt, ezt a felületet, a www.budapestközút.hu, és én most szándékosan telefonon fogom mutatni nektek, mert hát ugye a legtöbb gépkocsi vezetőnél telefon van, és fekvő nézetben, mert ugye itt a képernyővel lesz kompatibilis, de állómódban is tökéletes, sőt talán még jobb is, szóval budapestközút.hu, és akkor itt jobb oldalon van ez a kis lenyíló menü, azon belül lenyitjuk az ügyintézés fület, és akkor teherforgalom per behajtás járművel korlátozott útszakaszra. Így is van. Itt azt mondjuk, hogy tovább. Kicsit mélyen van így a menürendszerbe, eléggé el van dugva. És akkor azon belül még tovább megyünk a korlátozott övezetek menüre. És még ezen belül is aztán a területi felsorolásra ígyni. Egyébként ezt PC-n is kb. Ugyanígy érítik el, csak ott nem jobb oldalon van a menü, hanem itt fönt egy ilyen viszintes menü van. Na most itt Budapest részeit felsorolja, hogy hol van mindenféle tiltás, 3,5 tonnára, 7,5 tonnára, illetve 12,5 tonnán felülre, de ez minket most így szövegesen nem érdekel, hanem az oldal aljára, hogyha letekertek, akkor itt indul el egy ilyen alkalmazás, és itt van ez a Budapest teherforgalmi stratégiája. Na hát, hogyha itt megkeresitek itt a térképen Budapestet, ha már így két ujjal ugye belenagyítotok, akkor tök jó látszanak mindenféle színes foltok, hogyha pedig lenyitjátok itt ezt a jelmagyarázatot, akkor a színes foltoknak megfelelő színe, itt látjátok, hogy milyen övezetbe, milyen súlyokkal lehet maximum behajtani, de hát ugye mi nehéz teherautóval szeretnénk behajtani, úgyhogy azt láthatjuk, hogy ha megkeressük az a kis barnás folt, itt is van, kb. Erre hajaz. Ugye itt tulajdonképpen egész Budapest, még a külső kerület is, ahogy mondtam, ez mind maximum 12 tonnával lehet megközelíteni. De hát ugye mi nehezebbek vagyunk,
Hát hogy tudjuk megnézni azt, hogy mi behajthatunk-e, illetve a címünk milyen területen fekszik? Hát azt van itt ez a layer menü. Itt lenyitjuk a teherforgalmi övezeteket. Hoppá, itt kikapcsoltam, fontos, hogy legyen be X-elve. És be kell kapcsolnunk ezt a Tobi cím megjegyzést. Ez be van kapcsolva, akkor, és lenyitjátok, megjelenik egy ilyen plusz cím, és onnantól kezdve meg tudjuk nézni azt, hogy mi nehéz teherautóval mely területekre hajthatunk be. Célforgalomba. Tehát, hogyha azon a területen van a fel- és lerakóhelyünk, de hát nem kell ezt nekünk így újjal tapogatva, így nehézkesen kikeresni, hanem címre is konkrétan tudunk keresni. Az a lényeg, hogy ez itt legyen már bekapcsolva, és akkor itt van ez a kis kereső ikon, és ide beírhatjuk a konkrét címünket. Hát most ugye a példánkban adjuk meg azt, ahova megyünk, és javaslom, hogy az irányítószámot is adjuk meg, hiszen Budapesten több azonos utcanév is létezik. Mérjük, hogy Budapest, azt mondja 1047 Budapest, és akkor ez a Baross utca 91, és itt meg is találta ezt a címet itt fönt, erre ráklikkelünk, és meg is lett a címünk. Kicsit el kell mozdítani, itt található, ezt meg is mondja, azt látjuk, hogy abban a narancssárga foltban van, tehát valószínűleg célforgalomban meg fogjuk tudni közelíteni, és itt látszik az, hogy ott a narancssárga folt szépen megy itt ezen a barnás területen, ami egyébként ugye 12 tonnás zóna lenne, tehát az látszódik, hogy itt a nullástól itt ezt majd meg fogjuk tudni közelíteni, tehát a címünk az egy olyan területen fekszik, ahol célforgalomban mi nehéz teherautóval ezt meg tudjuk közelíteni, de még mindig nem kell nekünk ezt így foltokba megnézni, mert hogyha így ráklikkelünk, akkor ad nekünk részleteket erről a címről. Ugye az első felületen itt van, hogy ez egy 12 tonnás zóna, Észak-Pesten található, és a időkorlátja az 0-24-be, tehát egész nap. A kis felugró ablaknak a jobb oldalán van egy nyíl, azzal, hogyha tovább megyünk, akkor lesz számunkra nagyon érdekes dolog, ugyanis itt van ez a Tobi cím megjegyzés, ugye, amit az előbb kapcsoltunk be, és ott már írja, hogy tisztelt ügyfelünk, az ön által megjelölt cím célforgalomban hozzájárulás nélkül megközelíthető, és itt szépen leírja, hogy az M0, Váci út, Fóti út, Megyeri út, Irányi Dániel utca cím útvonalon, illetve a célforgalomban hozzájárulás nélkül elhagyható ez a terület, az pedig az Irányi Dániel utca, Megyeri híd út, és itt nagyon fontos, hogy ide van írva, hogy balra, hogyha videót tovább nézitek, akkor ennek majd lesz jelentősége, mert én ezt előző nap nem olvastam el. Váci út M0 útvonalon. Szóval ennyiből tartott megnézni, hogy ahová minket beküldenek, az egy olyan területen fekszik, hogy elérhetjük behajtási engedély nélkül vagy sem. Ez látható, hogy elérhető célforgalomban, úgyhogy nincsen probléma, és tényleg ez egy pár perces művelet, de nagyon, nagyon sokan nem tudnak róla, hogy ez így ingyen és bérmentve egyszerűen ellenőrizhető. Na, mi meg itt szépen, mielőtt fölmennénk a hídra, letérünk ezzel a régi kettes útra, és hát nem fót fele, már kiabál a navigáció egyébként, hogy 12 tonnás tiltás, kivéve célforgalom. Szóval nem fót felé, hanem be Budapest felé fogunk menni, és akkor úgy a Váci úton csörgedezünk be. Én kiírogattam magamnak, hogyha esetleg valami történne a navigációval. Szóval úgy van, hogy Váci út, Fóti út, Irányi Dániel utca, és akkor egy Baross utcán lesz a címünk, ahova kell menni. A
azért ez így jó, ha fel van írva, mert ha valami, mit tudom, menet közben kikapcsol, vagy valami, akkor legalább tudjuk, ha előveszem a Google-ba a telefont, és akkor nézem azt szerint az utcákat. Most meg úgy csináltam meg, hogy a navigációban köztes pontok föl vannak véve, azokhoz a kereszteződésekhez, ahol nekem el kell majd fordulnom, és akkor így tudja, hogy arra fogunk menni. Túl gyorsan mész. Jó, van, már lassítok, azt mondja, hogy túl gyorsan megyek. Megy 300 métert, fontolj enyém balra. Egyébként ilyen valamilyen fémszerelvényeket viszünk, megnéztem mielőtt elindultam. Frankon le is van kötözve, úgyhogy majd azt oldani kell, meg spanit tekerni. Arra viszont van egy szerkezetem, azt majd megmutatom, ha lesz rá idő. Ha meg nem lesz, akkor is megmutatom, mert akkor megmutatom majd valahol, ahol állni kell, és akkor befűzöm ebbe a videóba. Szóval nem túl nehéz, mert az egész motyú, az, hogy is számoltam össze, mert több CMR-en van, 8500 kiló környékén van, szóval ha az vas lenne, akkor az többet nyomna, úgyhogy valószínűleg valami alumínium féleség, meg a cég neve is arra enged következtetni, és akkor látjátok, itt van már tábla, 12 tonnás zóna, kivéve célforgalom. Úgyhogy ugye erre mondta nekem az a weboldal, ahol megnéztem. A navigáció meg ugye mondta, hogy érkezés nem sokára a köztes célponthoz, mert onnan kell majd nekem elfordulni. Úgyhogy majd sávot is kell váltanunk. De még az korai. Lesz, ahogy körben, én megnéztem az útvonalat egyébként a Google utca térképen is, hát lesz egy szakasz, ahol az utcakép szerint, hogyha majd ott, mit tudom én, szembe találkozok egy kamionnal, aminek végül is van esélye, mert hogy én is arra fogok majd kijönni, ott ilyen parkolóautóktól nem biztos, hogy el fogunk tudni férni, de hát majd kiderül. Na. Kiraktam az irányjelzőt, és a mögöttem lévő személyautó lassított. Érkezés a köztes célpontban. Így van, és akkor mi ott? Ott a következő balra kanyarodó sávba. Vagy sávnál fogunk bekanyarodni. Így né. Ugye ez a Váci út, amin most vagyunk, és akkor a Fóti útra fogunk bekanyarodni. Igen, ott látom is a sarkon van egy ház, azon látszik, hogy ki van írva, hogy Fóti út. Igen, itt volt egy köztes célpont, hogy ide kanyarítson be, és nem sokára jobbra kell elkanyarodnunk. Megy 400 métert, fordulj jobbra, vagy utána érkezés a köztes célponthoz. Itt vannak jobbra kis utcák, mindenhol 12 tonnás zóna tábla van, kiegészítő nélkül, de mondjuk ezek ilyen kis utcák. Azt mondja, hogy annak kell lenni a Megyeri útnak. És ott vannak a táblák, hogy előre, meg balra sem mehetnék, hanem csak jobbra lehet menni. Na most azért ez sem egy széles utca, úgyhogy majd oda érdekes lesz itt befordulni, hogy ne vegyem el itt az oszlopot, amire föl van téve a jelzőlámpa, és nem biztos, hogy fog sikerülni.
mert ott áll egy autó, úgyhogy irányjelző balra, és akkor hívni nagy ívbe, gyalogos ne jöjjön. Király, király, meg vagyunk, Megyeri úton vagyunk. Ki van írva? Ott van Megyeri út. Következő utcánk, opa, az Irinyi Dániel utca kell, hogy legyen. Ott nem is tudnánk lemenni. Hát majd a következő lesz. Nem ez az utca, hanem a következő. Na az tűnt Google Maps-ba olyan problémásnak a vége. És erre is kell majd kijönnünk, ugye ezt mondta ott az alkalmazás a weboldalon. Ez az. Most itt nem látok utcanevet. Itt a fa belóg, azért kell kicsit kijebb mennünk, aztán ott már vissza vannak vágva a fák. Na ez az, amit mondtam, hogy ugye ott állnak a parkoló autók az út szélén, és hát most itt lenne némi probléma, ha jönne szembe egy teherautó, ide tudnék félreállni. Az utca végén jobbra kell kikanyarodnunk, de ott lesz egyébként a cég is. Úgyhogy hát ilyen kis utcákba is be kell jönni kamionnal, ha úgy van. Igen, mert ehhez a céghez jöttünk, és azt néztem a Google térképen, hogy valahol ott lesz teherbejárat. Így né. Itt jön egy autó. És akkor mi ide bekanyarodunk. Azt a kis Suzuki-t. Aztán, hogy itt merre, azt majd ki kell pöcsölni. Mert azt nézem, hogy itt van több cég is. Én ide elmegyek, elállok. Várjunk, recepció arra. Raktár. Hát nem tudom, szerintem raktárba jöttem, úgyhogy elkanyarodok erre, aztán oda portához visszamegyek gyalog. Mert itt meg tudok fordulni, ha úgy van. Így. Na jó van, hát itt vagyunk, bejöttünk. Na, a helyzet az, hogy pont nem erre kellett volna fordulni, hanem csak úgy simán menni egyenesen, aztán az út bal oldalán megállni. De hát mindegy, visszatolhatunk. Nem fordítom itt meg a szerelvényt, mert nem gyomáljuk le a gumit. Odabba van egy kis utca, oda betolhatunk, csak ne jöjjön senki. Mert bal oldalon látom, ha valaki befordul. Ott jobb oldalon meg, ha jönnek. Akkor neki kéne látni, de majd itt direkt lassan tolatok, hogy nem küldöm ki ezerrel a pótkocsi végét. Na jó van, most már kint van. Most már főhúzom a másik felén az ablakot, mert viszi a papírokat. Na, így. Vészvillogó se kell, ablakot is felhúzzuk, mert leszoktam ugye engedni az ablakot, hogyha valaki üvölt, vagy valaki dudál, akkor meghalljam. Így, és akkor azt mondták, itt a bal oldalon álljak meg, és akkor ott át kell majd mennem a csarnokon, és ott bal oldalon lesz az iroda, csak mondom, ha esetleg valaki jön, itt meg megállok az ajtó előtt. Így.
Na jó van, akkor itt vagyunk. Na mutatom, valami ilyen a cumó. Úgyhogy ilyen, ilyen össze-vissza. Csak előbb itt hagytam a kesztyűt, és akkor azt beszéltük meg, hogy ott majd a bent a csarnokba kiveszik, az tök jó, mert eléggé fúj a szél. Eléggé fúj a szél, és akkor legalább nincs az, hogy itt nem fúj a ponyvát. Viszont kicsit, ugye bent áll egy autó, én meg egy kicsit előre dolgozok, hogy ezt kiengedem, aztán megnézzük, hogy mit tudunk csinálni, mert ugye le van kötve. Mivel utána menni kell felrakóra, gondoltam egy kicsit meggyorsítom így a dolgokat azzal, hogy hát ha sikerülne legalább a spaniferek egy részét kivenni, akkor az jó. Azt nem tudom, hogy lehet, hogy darúval fogják kiszedni egy részét, másik részét lehet, hogy oldalról, mert az meg ilyen raklaposára. Ez majd kiderül. Hú, de fújja a szél. Nézzétek meg. Na most pont abban. Na, ezt figyeljétek. Ilyenkor jó ponyvázni. Még kibontja az ember. Oh, annyira domborodik, hogy megfeszül. Na, itt a szélén raklapok voltak, ezeket levettük oldalról, és akkor itt vannak ezek a motyók, ezeket meg darúzzák, úgyhogy ki van nyitva a tető. Nagyon nem tudok jobban megmutatni. És akkor itt elejében még van benne raklapos áru, azokat már békával előhúzom, és akkor itt nem kell már kibontani. Az a helyzet, hogy kész vagyunk, csak annyi sok amion jött, hogy nagyjából összeraktam az autót, hogy ki tudjak állni ide a szélből. Aztán mondom, majd akkor itt összerakom, meg főtekerem most a panifereket. Elvileg a fuvarokmányokat is itt hagytam. Na. Úgy, menjen vissza a helyébe. Hogy helyére. Bár szóltak, hogy vár egy másik autó. Úgyhogy tényleg csak a ponyvát húztam be, mert mondom, azt ott bent behúzom, mert akkora a szél, hogy az gáz lett volna idekint. Még így is úgy volt, hogy ahol bementem, amit mutattam, melyik ajtón, ugye a másik felén kellett kijönni. Szóval a nagy csarnokon úgy pont átfújt a szél. Ja, na, közben itt van a fuvar okmány, az mondjuk nem lenne baj, ha nem repülnek ide. Nem hiszem, hogy kifog, és akkor nem tudom, mennyire látszik. Erre így mutatom. Van én nekem egy ilyen akusz csavarhúzóm, abban egy ilyen hangvillaszerű dologot csináltak nekem bent a műhelybe, és akkor ezzel így Tudom tekerni a spanit. Ezt nekem kellett venni, ez a legolcsóbb Obis cumó volt, vagy ilyen furócsavarhúzó, vagy akuscsavarhúzó, furócsavarhúzó, és hát ezt használom, csak most itt lett egy csomó. Ezt nem néztem meg az elején, ezt most itt át kell fűzni. Na. Visszadugjuk. És akkor csak tekergetni kell így fölfele. Jaj. Itt félre ment a vége. Így. Ilyet nagyon régóta akartam még, vagy már. Csak soha nem dolgoztam olyan helyen, ahol így konkrétan lett volna műhely. Ja. Itt meg van, úgyhogy megkértem az urakat, és csináltak is. Nekem még le is festették egyébként ilyen szürkére, de már
itt a villa részről lekopott. Úgy kaptam meg, hogy még le volt ilyen kályha ezüst színűre festve. Hogy jó fejek voltak. Jaj, ez meg még be van akasztva. Na, úgyhogy én így tekerem fel pikpak a spanifereket, nem kell kézzel görcsölni velük. Így. Na, meg itt a fuvarlevelek. Ezeket gyorsan még beteszem az autóba, aztán kitöltöm a menetlevelet indulásra, és megyünk innen tovább. Indulunk. Azt mondja, hogy leszedtek. 10:33. Na, induljunk. Gondoltam, még fönnhagyom a kamerát, amíg ki nem érünk az M0-ásra. Megnézzük visszafelé is az utat, hát ha látunk valami érdekeset. Na. Itt a udvarban pár csónak, mert valami hajó szervíz is van itt. Kérem szépen. Hopp, még annyi van, hogy lerakatjuk a bogit. Így, reméljük most nem felszedte, hanem lerakta. Na hát a navigáció most teljesen rosszat akar, mert amerre ő mondja, arra nem mehetnénk. Mert arra kell menni, arra mindjárt izé lesz visszát. Arra ott van egy tábla, hogy nincs tovább, elvileg úgy értve nincs tovább, hogy teherautóval nincs tovább, úgyhogy arra megyünk, ahonnan bejöttünk. Így né. És itt megyünk be. És most ne jöjjön kamion. Benézünk az utcába. Ne jöjjön nagy autó. Kis autó jön, de azt megvárjuk. Így. Nagyon jó. Megyünk tovább, mert ott van az az utca, amit mutattam. Amúgy nem sikerült letenni a bogit, úgyhogy majd azt majd le kell tenni. De nem balra, nem tudom miért balra, én jobbra megyek, hát jobbra kell. Szerintem. Vagy nem lehet, na meg kell nézni, mit félreállok. Félreállok, mert itt akkor elférnek mellettem, ha úgy van. Abból az utcából esetleg nem lehetne a Fóti útra kikanyarodni? Na, azt meg kell nézni a telefonon. Hát igaza van a navigációnak, képzeljétek el, mert ha itt kifordulnék jobbra, ugye, amerről bejöttünk, az még úgy oké, de ott utána a következő kereszteződésnél nem fordulhatok balra. És nem tudnék kimenni, úgyhogy ezt jó, hogy megnéztem, de hoppá, nézzük csak. Aha, arra nem is engedte erre autóval kifordulni, pedig onnan jöttünk be, mert ugye akkor onnan tudunk jönni, de így visszafele nem működik a dolog. Gondolom pont azért, mert aztán ott meg nem lehet balra fordulni. Na, ez a szép itt Budapesten, hogy egyik felé mehetsz, másik felé nem, mert aztán ugye nem minden utcáról lehet jobbra-balra fordulgatni. Igen, és majd ott fogunk. A buszsávot nem használjuk, mert abból baj lehet.
Ja, itt van valami... valami pályaspor. Új... hát az Újpesti Torna Egyesület, az UTE. Ők a Lilák? Talán. Na, biztos, mert... az Újpest, ja. Na, hát akkor itt is jártunk az Újpesti stadionnál. És akkor itt fordulunk majd vissza arra a Megyeri útról, a Váci útra, kérem szépen. Így. Azért kellett a bogit letenni, mert ugye ezekben a szűk fordulókban ne húzzuk rá a patkára a pótkocsinak a kerekét. Így. Jó van. Innen meg már kitalálunk, mert én ezt az utat ismerem. Majd megmutatom, hogy hol mentünk be a dzsungbújba. Azért ismerem ezt az utat, mert hogy itt a leányzónk aznak volt egy udvarlója, és ő itt lakott valahol bent, egy ilyen belső utcába. És elég sokat jöttünk őket így meglátogatni olykor. Aztán végül is nem hozzáment. Nem hozzáment feleségül. Aztán valahol itt a következő utcán kellett, jaj, lefordulni. Itt? Ja nem, ez nem, nem utca, akkor itt. Itt ennél az utcánál, és ott el kellett menni, és valahol a sarkon. A sarkon volt a ház. Ja. Na majd megmondom neki, hogy merre jártunk. Ott meg a rendőrautó mért. Na gondolom, hogy itt jönnek be Pestre, aztán jó, megküldik az egyenesbe. És... gyorsabban mennek, bár 60-as tábla van amúgy. Ja, itt mentünk be, itt volt a kereszteződés, amikor jöttünk, ott mentünk hátul be. Ja, most meg megint megyünk vissza ugye a M0-ásra. Egyébként, hogyha úgy jöttem volna el, hogy ezen a 102-es úton, amiről már csináltam videót, tehát hogy ott Bicskén át a 102-es út, és akkor a 10-es úton hátul be Pestre, és akkor átjönni a Megyeri hídon, úgy közelebb lett volna, csak az idénre én még nem kaptam meg ugye oda az útvonal engedélyt, úgyhogy hát nem tudtam arra jönni. Majd rá kell kérdezni, hogy azzal mi van, hogy idén lesz-e, vagy az csak azokra az autókra van, akik azt az alkatrészbe gyűjtős munkát csinálják, mert ugye ott vannak elég sok ilyen lefelrakó helyeink, ilyen fixek, és ugye én már nem azt a munkát csinálom, lehet, hogy így ezen az autón nem lesz, a fene tudja. Majd kiderül, rákérdezek. Mert Isten igazából időben lehet, hogy még több is, főleg egy reggeli csúcsba, ugye ott a 10-es úton Üröm környékén bejönni Pestre, de kilométerben meg sokkal jobb. Mindegy, majd megkérdezem. Ja, most meg zúzunk ki Pestről. Ezek a rollerek hogy kint el vannak hagyva így a város határába? Ezeket valaki begyűjti egyébként? Ezek a közösségi közlekedős rollerek, amiket bérelni lehet. Furcsa. Na, hát a nagy dzsumbújból kijöttünk. Úgy néz ki, nem törtünk össze senkit, úgyhogy ez itt tök jó. Hopp! Na. Kapunk egy pirosat, ott meg már föl fogunk menni az M0-ásra. Nekünk a Nyíregyháza-Vác irány lesz majd a jó.
nem az Esztergom Szentendre, mert akkor elmennénk a hídra. Viszlát Budapest! Jó volt. Közben kisütött nekünk a nap is. Jaj, de jó. Csak ez a nagy szél ne lenne, mert hát ez kegyetlen így ponyvázni. Hát az ember belekapaszkodik, aztán ponyvával együtt elviszi a szél, arról nem beszélve, hogy ilyenkor milyen húzkodni. Nem kívánom senkinek. Még tényleg jó, hogy ott bent volt, bent lehetett a csarnokba. Egész héten ilyen időt mondanak. Na. Na, a navigáció nekünk már nem fog kelleni, azt mindjárt lekapcsolom. Kitöröljük az utat. Hát kikapcsoljuk, mert azért innen már eltalálunk. Innen már nem fog kelleni. Az M0-áson képesek vagyunk. Navigáció nélkül is végig menni. Kihúzom. Így. Töltő se menjen. Úgyhogy hát ez a videó ennyi volt, remélem érdekességet mutatott ez a kis külön rész, hogy kell nagy autóval boldogulni, vagy legalábbis megnézni, hogy van a behajtás ugye a fővárosi utakra, hogy lecsekkoljuk magunkat, hogy nehogy a tilosba menjünk, mert aztán az nem csak hogy sokba fáj, de büntetőpontokat is ér. Úgyhogy vigyázni kell ezzel. Meg hát ugye voltunk egy kicsit bent fővárosba is kóricálni. Na, hát akkor ebbe ennyi fért. Sziasztok!